Csiszár fejelte ki. És mehet egyedül, bizony Juhár jól látta meg a lehetőséget, belül várják. Szilveszter, Geres, Nagy Tamás, Leshatáron Dozmarov, jobb oldalt nagyon jó labda Geresnek. Jó beadás, mező! Újra Nagy Tamás, Kecskés, Dúró. Dúró megállítja az akciót, aztán Claude, most gólhelyzet, és gól helyett! Dozmarov 17 centiről lőtte fölé. Őszintén megmondom, nem szégyellem, hogy belekiabáltam. Hiszen ezt már nagyobb csoda volt fölé lőni. Gólhelyzetben Gracsov. Nagy Tamás kapja 30 méterre a kaputól. Dozmarov elől veszi el. Dozmarov jó csel után lövő helyzetben. Szépen emelte kapu felé. Szöglet nem ment volna be, de minden esetre ügyes megoldása volt a szovjet vendégjátékosnak. Dúró és Szilveszter újfent. Éppen tám még erre lesz idő. Nagyon jó szög ez. Egy nyesett labdára föl a bal felső sarok felé. Nagy Lajos is beáll, hát ha valami lesz. Végül is Dúró mutogat. Dúró. Itt a lehetőség. Hatalmas védés volt. Claude két lépésről lőtte bele mezőbe, de nem mondhatnám, hogy Claude tehetett róla. Mező kirúgása a 46. percben. Véget vet a nézők szenvedésének. 0-0 a félidő. Kecskésé. Kecskés egyedül végigmehet, ha nem adja le. Claude, kapufa. Földvári kiemeli. Klink. Ziai. Még a vasasé Dozmarov. Még mindig Dozmarov. Dúró kéri el. Dúró. Jó beadás, üres kapu, mező, és még mindig kiemelték. Ritka látvány, Ziai, és most már felszabadul a debreceni kapu. Hát már úgy néz ki, hogy a vonalról se tudják berúgni. Juhár rossz helyre, és a vonalról indulhat teljesen egyedül Váncsa. Kivár. Jó a továbbítás, Szilágyi belül a 16-oson. Annyira kikeveredett, látszott, hogy elügyetlenkedi. Ez pedig gólhelyzet volt szintén, Váncsa végigmehetett volna akár vele. Ziai. Claude, nem les. Jó! Nem sokon múlott. Az a szabad rúgás, az utolsó percben 0-0-ás állás, Turbék emeli be. Cirkjer erről fejelik tovább, Geres ugrik, fejeli visszafelé, Juhárt támadják. Nem volt les, nem feküdt egy debreceni játékos, Bognár bejelezte a lest, egészen furcsa jelenet. Fejét fogva fekszik a földön egy debreceni. Bognár lest jelzett, ami nem volt. Aztán le is vette az ászlót, mikor észrevette a földön fekvő debreceni játékost. Mező hatalmas kirúgása száll át. Turbék rúgta föl. Mogyorós kap egyet. És Roxy lefújja a mérkőzést. Pontot szerzett a Debrecen, egyáltalán nem megérdemeletlenül. 0-0 a végeredmény.